Jó napot kívánok, egy nagyon jó hírrel fogom kezdeni, de figyeljenek és kapaszkodjanak meg. Az a helyzet, hogy az iskolai oktatás teljesen ingyenes, a szülők egy fillért sem fizetnek semmiért, nem gyűjtenek pénzt segélyre, krétára, javításokra és utazásra, mert mindent az állam fizet, még a gyermek étkezhetés is teljesen, nem csak hogy ingyenes, hanem svédasztalos típusú és vegetáriánusoknak és allergiás gyerekeknek külön tálalnak föl, és azt mondják, hogy ez azért nagyon helyes, mert egy ország oktatásba történik minden befektetése, az mind a jövőbeli befektetés. Igaz, hogy 10-30 év múlva térül meg, hogyha valaki elkezdi a reformot. Ja, akkor jön egy találós kérdés, mégpedig most először a hallgatóknak, mindenki magába válaszoljon, illetve vendégeimnek, Elcse Kriszta oktatáskutató, Törlei Katalina Kölcsey gimnázium tanára és a tanítani mozgalom képviselő, és Lakatos Máté a Szent Imre gimnázium tanára. Melyik országról beszéltem az előbb? Törlei Katalin? Finnország. Finnország, gondolom mindenki eltalálta. Gondolom Kriszta is erre gondolt, igaz? Hát én azt vicceltem volna, hogy a magyar oktatási rendszerről van szó, bár a svéd asztalnál elkezdtem gyanakodni. Hát akkor álmodtunk egy nagyot, hát ha valami hasonló lesz egyszer Magyarországon is, de ehhez képest a szomorú valóság sajnos egészen más. Hogy vannak megbecsülve a pedagógusok, nem a béreket nézve, hanem hogy egyáltalán kéréseiket, kívánságaikat valaki a magyar kormányzaton belül megbecsülje. Ugye azért nagyon elhíresült ez a történet legfrissebben, hogy az egész a közoktatás ugye a belügyminisztériumhoz tartozik, és a belügyminiszter mindent megtett, hogy megértse a pedagógusok bér problémáját, és azt mondta, hogy a pedagógus bérek emelésének mindenképpen szükségét látom, majd hozzátette, hogy nem ígérek semmit, de azt be fogom tartani. Ez a cinikus mondat valahogy az egész kormányzati hozzáállást mutatja. Ezekhez képest néhány számot kénytelenek vagyunk ismertetni. Tutyik Tamás nemrég egy tévéműsorban azt mondta, hogy 16 000 tanár hiányzik jelenleg az iskolákból, és most nyáron az előrejelzések szerint 5 000 távozóval kell számolni, részben nyugdíjasok, részben pályamódosítók miatt. A pályamódosítás pedig nagyon egyszerű, okokkal magyarázható, illetve egyetlen egy okkal, hogy például egy nagy kereskedelmi cég egy pályakezdő kereskedő fiatalnak 2-szer akkora nettót fizet, mint amennyi nettó a pedagógus átlagbér. De hogy ne csak állandóan sírjunk, arról is fogunk beszélni a műsor második részében, hogy az én vendégeim mit gondolnak arról, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a dologból. Az első, ami érdekelne, és egyházi és állami iskola képviselői is vannak a műsorban, hogy a közhiedelem úgy tartja, hogy az egyházi iskolák nagyon nagy előnyt élveznek. A fizetések ott mennyivel magasabbak, Máté? Dobó Istvánt idézném, ugye, aki Eger ostrománál azt mondta, hogy egy várnak az ereje az nem a falakban rejlik, hanem a védőkben, és leginkább egy iskolának a, hogy milyen az az iskola, szerintem két dologot mondan egy gyerek, hogy jó iskolába jársz, vagy milyen iskolát, hogy milyen ott az osztályközösség, és milyenek a tanárok, talán még ebből kiemelve az osztályfőnöknek a szerepét. Szóval azért mondtam, mert a tanári bérek terén semmiféle különbség nincsen egyházi és állami iskolák között. Lehet az, hogy az iskola vagy bármilyen más forrásból egy egyházi intézményben az infrastruktúrális helyzet jobb, de ettől ugrásszerűen a pedagógusoknak az életkörülménye vagy a munkakörülményei nem változnak. Nyilván jobb egy ilyen iskolába járni, de hogy ebben pedagógus bérek terén semmiféle abban különbség nincsen. Akkor ezért volt az, hogy összeérnek már a követelések a legutóbbi tiltakozó hullámban, amit elsősorban az állami fenntartású iskolák pedagógusai indítottak, ezt Elcse Krisztától kérdezem, és Törlei Katalintól. Ugye volt sztrájk, jelképes és tényleges, és csatlakoztak egyháziak, vagy csak szolidaritásokat fejezték ki, de mindenképpen egy érdekszférába tartoznak ebből a szempontból. Voltak megszólaló egyházi iskolák a februári-márciusi tiltakozási hullám során, és ez már nem az első alkalom volt, amikor egyházi iskolák dolgozói csatlakoztak a tiltakozó mozgalomhoz, például a 2020-as NAT bevezetése előtt nagyon jelentős számban csatlakoztak egy egyházi iskola dolgozói által kezdeményezett nyílt levélhez, aminek nagyon nagy hatása volt, és szerintem ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek a küzdelmek, ezek elsősorban szakmai ügyek, és
itt látszik a dolognak a szakmaisága, és tényleg nem az ideológiai törésvonalak mentén való szétszakadozottsága. Mert csak Krisztát kérdezem, hogy mi a tapasztalat ezzel a NAT-tal való NAT-tal kapcsolatban, a nemzeti alaptanterv, ami most már Magyarországon visszatértünk a teljesen központosított tananyaghoz, meghatározta az állam által fölkért csapat, hogy milyen tankönyvek lehetnek. Alig van választási lehetőség a tankönyvek között, mert előírták, hogy miből kell tanítani. Van-e olyan visszajelzés, ami ezt jónak vagy rossznak tartja? Nem hiszem, hogy merült fel az évek során olyan megközelítés, amely szerint akár a NAT 2020, a jelenleg érvényben lévő NAT 2020, akár egy olyan típusú tartalomszabályozás, amit képvisel a nagyon részletes előíró, a lexikális tudásra fókuszáló, nagyon erősen indoktrináló jellegű, tehát hogy ennek lennének esetleg pozitív lehetséges hozadékai, nem erről szó sincsen, ez egy nagyon-nagyon káros termék, nem szerettem volna a szakmai dokumentum kifejezést használni rá, mert a szakmaitól nagyon-nagyon messze van. Szeretnék Katához kapcsolódni annyiban, hogy itt nagyon-nagyon komoly, fontos látni azt, hogy itt nagyon komoly szakmai problémákról van szó. Azzal vitatkoznék is, és egyet is értenék, hogy az egyházi iskolák vannak előnyei, vagy preferáltak, mert de bizonyos területeken igenis nagyon komoly előnyöket élveznek, lehetőségeket, amiket sokszor nem félnek használni, ez pedig kifejezetten a szelekciós mechanizmusok működtetésében érhető tetten. Ez mit jelent? Milyen szelekcióra gondol? Hát természetesen a tanulók közötti válogatásra gondolok. Azért mondom, hogy természetesen, mert ez nem újdonság. Kimutatható, most már van rá majdnem 10 évünk, hogy az egyházi szemtartók expanziója, belépése az oktatás területére micsoda elképesztő szelekciót és szegregációt generált. De nyilvánvaló, tehát a polarizáció és a kasztrendszer kialakulása felé tartunk, nagyon komoly adataink vannak erről. Amire viszont szeretnék visszautalni, és ami közös, úgy ezek szerint akkor az egyházi fenntartóban, mint az állami fenntartóban, illetve az oktatási irányításban, hogy nagyon-nagyon komoly szakmai hiányosságaik vannak, hiszen fogalmuk sincs róla, hogy a tanárok munkakörülményei milyen mértékig határozzák meg az oktatás minőségét. A magyarul, amire szeretnék rámutatni, hogy igazából ami itt eltűnt a fókuszból, az az oktatás minősége, a gyerekek számára nyújtott oktatás minősége, vagyis a későbbiekben az ő élet lehetőségeiknek az emelése. És ide tartozik nagyon komolyan valóban nem csak a tanári bérezés, hanem mindazok a szakmai tartalmak, amelyeket azt gondolom, hogy a kollégák ott bent érinteni fognak. No, jó sok mindent felvetett el, csak Kriszta, akkor menjünk az egyik. Az, hogy az egyházi iskolák elszipkázzák a tehetségesebb gyerekeket, ez nem azért van, mert az egyházi iskolák lasszóval megfogdossák, hanem gondolom a családok döntenek így. Bocsánat, hagyj vessem közben magamat, nem szeretném a kollégáimat leuralni. Nem mondjunk ilyeneket, hogy az egyházi iskolák a tehetséges gyerekeket szépkázzák el, jó. Az egyházi iskolák, illetve az állami fenntartású, vagy bármilyen fenntartású elitiskolák a magas státuszú családok gyerekeit szépkázzák el. Az alacsony státuszú gyerekek nem is kapnak esélyt arra, hogy megvillanthassák azt, hogy van-e tehetségük, vagy nincsen, jó. Köszönöm szépen. Ja, köszönöm. Igen, tegyük ezt a dolgot helyre. Na, ebből mi következik? Lakatos Máté. Az egyik, mondjam, a mentor tanárommal, aki így ilyen cserkészszoros vezetőm volt, és talán egy történelem tanárként a példaképem, ő neki volt az egyik ilyen gondolata, hogy minden évben kijön ez a 100-as lista, hogy az ország legjobb gimnázium, és akkor az a szülő, aki úgy fontosnak tartja a gyerekének az oktatását, meg jó eredmények voltak, akkor nyilván jelentkeznek első helyen a legjobb gimnáziumokba. Nyilván ezek a gimnáziumok ki tudják akkor választani az eddigiek alapján a legtehetségesebb, legjobb szülői, szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyerekeket. Továbbra is ezek az iskolák fogják a legjobb eredményeket elérni kompetenciamérésen, oktatási versenyeken, stb. Hát szerzik a pontokat. És nem látjuk, van igen. Igen, és közben lehet, hogy másik iskolában is ugyanolyan jó szakmai munkát végeznek a szülők, bocsánat, a tanárok, de mivel oda
korábban mondjuk az az iskola nem szerepelt olyan jól ezeken a listákon, nem oda jelentkeznek ezek a tehetséges, jó háttérrel, szorgalommal rendelkező gyerekek, és így alakul ki az, hogy vannak jónak mondott iskolák, ahol mindenki próbálja bejuttatni a gyerekét, és vannak azok az iskolák, ahol pedig a többiek juthatnak be. Tehát, hogy van egyfajta tényszerűség, hogy ha nem ebbe a 20 iskolába jut be a gyerekem, akkor nincs jó, és egyébként állami iskolák is ott vannak ebben a topban, nem csak egyháziak. Nagyon óvatosan értékelném ezeket a százas listákat. Egyrészt több is van belőle, és hogy mit miért, nagyon nehezen összevethetőek. És ami szerintem mindegyikből hiányzik, akkor is, hogyha egyébként elismerem a nagyon magas minőségű szakmai munkát ezekben az iskolákban, vagy nagy részükben, de az, hogy mi a hozzáadott érték, az nagyon nehezen megállapítható. Tehát, hogy milyen módon tud bármilyen gyerekkel, aki bárhonnan jön, minőségi munkát végezni, azt nem tudom, hogy mérik-e ezek a listák. Mert az, hogy támogató környezetből jövő gyerekekkel, hát, akiknek megveszik a... fogalmazott, hogy a magas státuszú családok gyerekei így mennek. Akiknek ráadásul a szüleik még ezekhez a jó iskolákhoz is megveszik a plusz magántanárt, az élményt, a mindent. Ott nagyon magas eredményeket elérni, nem azt mondom, hogy nem kunst, de hát Könnyebb, mint mindenféle egyéb hátrányos úgy, körülmények. Úgyhogy óvatosan ezekkel a listákkal, igen. Jó, de... Bocsánat, csak nem azért hoztam be a listákat, hogy ezek a mérvadók, hanem azt látom sok szülőnél, hogy felvételi kapcsolat, hogy ez alapján döntenek, és ez az, ami részben így csatornázza a köztudatban lévő jónak tartott iskolák felé a gyerekeket, és nem gondolnám azt, hogy ha én iskolám 30-adik, akkor a 100-adikhoz képest a mi tanári karunk 3-szor jobb munkát végez, hogy ott ne lennének ugyanilyen jó tanárok. Ugyanakkor itt gimnáziumokról beszélünk, és azt gondolom, hogy a gyerekek sorsa sajnos és tragikus módon már az óvoda előtt eldől, mert annyira szelektív az egész rendszer, hogy gyakorlatilag majdnem ilyen predesztinációszerűen a gyerek beleszületik egy adott környezetbe, egy adott családba, egy adott településtípusba, az ország egy adott régiójába, és előre meg lehet mondani, hogy körülbelül milyen iskolai pályafutása lesz, és az hova megy, hogy valami eldobható szakmunkás lesz belőle, jobb esetben, közmunkás, rosszabb esetben, vagy irány a csillagos ég, és... Ha már itt tartunk, akkor én szóba hozom, de csak egy zárójeles kör erejéig, hogy segít-e majd hosszú távon ezen a helyzeten, hogy a kormány igenis a bölcsődei és az óvodai programmal most már betereli mindenféle településen, hátrányos és nem hátrányos településen, a gyerekeket bölcsődébe és óvodába. Elcse Kriszta, mit gondol erről? Mert azért hosszú távon ennek kell, hogy legyen pozitív hatása. Egyrészt mindenképpen annak pozitív hatása van, hogy nehéz élethelyzetben lévő családok gyerekei egy olyan támogatást és segítséget kapnak, hogy egy intenzív, fejlesztő környezetbe tudnak kerülni. Ez mindenképpen nagyon fontos. De azért felhívnám arra a figyelmet, amiről az előtt beszéltünk, hogy az pont ahogy annak Kata is említette, az óvodások és az általános iskolások esetében megállapítható, hogy az egyházi intézményekbe járók aránya bizony jellemzően a keleti régiókban jóval magasabb az átlagosnál. Ez azt jelenti, és akkor ezt most csak így kiragadtam, hogy az a tendencia, ami nagyjából 10 éve folyamatosan történik, az egyházi párhuzamos iskolahálózatok kiépítése, a különböző térségi stratégiák kialakítása, tehát akár ugye azt is tudjuk, hogy a hátrányos helyzetű területeken volt a legnagyobb az egyházi fenntartók térfoglalása. Tehát egész egyszerűen a községekben, a vonzás körzetekben, óvoda, általános iskola és vagy szerkezetváltó kisgimnáziumok kialakítása történik, és egy párhuzamos világ, ahogy fogalmaztam az előbb, kasztrendszer alakul, hiszen az egyházi iskoláknak a közlevelési törvényben fenntartott lehetőségeik vannak arra, hogy a tanulóikat megválogassák. Azért nagyon fontos, hogy fenntartott és lehetőség, mert ami ugye lehetőség, azzal nem lenne muszáj élni, és mégiscsak az elmondható, hogy ezekben a területeken, és azért hangsúlyozom ezeket a hátrányos helyzetű területeket, mert nagyon nagy regionális egyenlőtlenségek vannak egyébként a HH-s és 3H-s tanulók eloszlásában Magyarországon.
Tehát, hogy kimutatható még egyszer az a borzasztó nagy polarizáció, úgyhogy nem sajnos ilyen tekintetben az nem segít rajtunk, hogy egyébként a gyerekeknek mindenképpen a vodába kell menni úgy, hogy ezt eleve a magasabb státuszú családok balra fáradjanak, a hátrányos helyzetű családok, illetve a roma családok pedig jobbra, tehát ez olyan okos lányos is, meg nem is. Csak én csak annyit tennék hozzá kiegészítésként itt a felvételikkel kapcsolatban, hogy mennyire válogathatja meg az egyházi iskola, hogy én felvételiken, bár budai gimnáziumban tanítok, sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk a gyerek olyan magas hozott pontszámmal, meg felvételi pontszámmal jön, hogy adhatnék én neki, ugye van még 50 pont a felvételi elbeszélgetésen, hogy gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy 0 pontot kéne adni, ha nekem az a gyerek nem szimpatikus, és nem akarom fölvenni az iskolába. Tehát az, hogy mennyire tudja egy egyházi iskola megválogatni a gyerekeket, hogyha jól teljesítenek, akkor egyszerűen olyan magas pontjuk van, hogy be fognak kerülni. A másik pedig azt, hogy például mondjuk a Magyar Máté Szeretett Szolgáltatóban rengeteg olyan iskolát vett át mondjuk ott a Tiszáton, ahol kifejezetten nagyon hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda. Tehát az, hogy ebben az egyháznak lenne ebben a hibás, hogy ilyen szegregáció alakul ki, hogy vannak jó háttérrel rendelkező családokból származó gyerekeknek a jobb iskolái, meg a kevésbé jók, ezt én nem egyszerűsíteném le ennyire a képet. Hogy válaszoljak erre egy összetett mondattal, de sajnos az a helyzet, hogy nem leegyszerűsítettem a kérdést, hanem nagyjából 3 vagy 4 évig szíposan kutattam, és az adatok sajnos ezt mutatják. Azt, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat most azt a bizonyos 300 települést átvette, és egyfajta fejlesztő munkát végez, az egy dolog, de sajnos kimutatható az, hogy a 3 nagy egyház, és abban mondjuk igaza van, hogy a felekezetek szerint nagyon nagy különbségek vannak, de 3 nagy egyház, a katolikus, a református, az evangélikus fenntartók megjelenése volt ezen a területen a legmeghatározóbb, a lehető legtöbb iskolát ők vették át, és hát hogy mondjam, a számok azért csak nem csapnak be minket. Kimutatható az akár településenként is, hogy hogyan alakultak ezek a szelekciós folyamatok, és hogyan állt egy nagyon magas pályára, hogyan alakított át településeket, ahol semmiféle polarizáció nem volt. De igazából, hogy milyen lehetőségekről beszélek, a köznevelési törvény 30 és 32. paragrafusát érdemes megnézni, azt tartalmazza ezeket a lehetőségeket, amelyek alapján megtehetik az egyházi fenntartók, hogy válogatnak. De beszélhetünk arról a gyakorlatról is, amikor, és még egyszer, tehát ez fontos, általános iskolákról beszélünk nagyrészt, amikor oda mennek egy településre, átvesznek iskolákat, és megcsinálnak párhuzamos olyan képzési programokat, amelyek kis gimnáziumok szerkezetváltók, és még kimutatható számokkal, hogy a saját képzési programjaik között is alkalmazzák ezt a típusú családi hátterű szelekciót. És én nem állítottam, hogy itt a legnagyobb gonosz ebben az egyházi fenntartó, de hogy mondjam, az a szerep, amit játszanak, azt tudomásul kell venni, és szembe kellene vele nézni. Alapvetően az, hogy a társadalomban, minden társadalomban, a magas státuszú családokban van egy ilyen szeparációs igény, ezzel nem lehetne tenni. És nagyon sokszor nagy darabcsú kollégáim elmondják, hogy a magas státuszú szülők nagyon mélyen szégyeljék magukat, mert miért alakítanak ki ilyen helyzeteket, és persze nyilván ebben is van valami igazság ugyanakkor, és ez már nem egyházi fenntartó kérdése, hanem oktatás irányítói felelősség. Azt kell látni, hogy borzasztó komoly iskola kritikáról beszélünk, tehát a magas státuszú családok azért viszik el a bizonyos iskolákból a gyerekeiket, mert nem kapják meg azt a minőségi oktatást, és azt a magyarázatot kapják az iskola részéről, hogy ez az alacsony státuszú tanulók miatt van, tehát jogosan érezhetik úgy, hogy ha minél homogénebb a tanulói összetétel, akkor majd jobban jár az ő gyerekük. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, a pedagógiai kultúra nagyon nagy probléma, de azért vannak olyan elemek, amelyek erősítik ezt a folyamatot, ennyit szerettem volna csak mondani, és ebből az egyház nem veheti ki magát. Ez logikus, csak ugye azt gondolta nagyon sok ember, amikor láttuk, hogy a közoktatási törvényben az egyházak számára megnyitja a kaput a kormányzat, hogy oké, hát ez egy nivelláláshoz vezet egyfelől, másfelől viszont kisebb
területet kell a kormánynak költségvetésből akkor felfejleszteni, akkor azt vártuk, hogy az általános közoktatási színvonal emeléséért a pedagógusok bérét emelik, a oktatási körülményeket, és mondjuk talán nagyobb szabadságot is adnak a képzésben, hogy éppen a lemaradó térségekben, vagy a hátrányosabb helyzetű családokban felnövekvő gyerekek is magas színvonalú állami oktatást kapjanak. Ehhez képest az állami oktatásban most már ömlik kifelé a panasz és a kritika. Tehát itt az, én nem az egyházakra, hanem a kormány felelősségére appellálok itt, hogy könnyedén engedte át nagyon sok területen az egyházaknak az oktatási feladatokat, de ugyanakkor nem fordított megfelelő anyagi forrásokat az állami oktatás, közoktatás fejlesztésére. És ez az, ami a pedagógusok követelésében megjelenik, mert nem csak bérről van szó, mondom Törlei Katalinnak. Igen, ez egy másik aspektus ugyanennek a problémának, tehát valóban a korai fejlesztés, óvoda, általános iskola döntő fontosságú abban, hogy tényleg egy gyerek valóban kibontakoztathassa azt, ami benne van. Ugyanakkor a tanárok munkakörülményei, munkabérei annyira tragikus szintre süllyedtek le, hogy emiatt beszélhetünk arról a komoly tanárhiányról, ami már elhangzott a műsor elején. És hol jelent meg ez a tanárhiány először? Pont ezekben a leszakadó régiókban. Most már nem csak ott van, most már mindenhol van, de ez azt jelenti, hogy először az óvoda pedagógusok hiánya, a tanítók hiánya, vagy az általános iskolai szaktanároknak a hiánya ezekben a régiókban jelent meg, onnan menekültek el először, és akkor gondolhatjuk, hogy milyen színvonalúakká silányodtak azok az iskolák, amelyek egyébként is most már nagyon régóta szenvednek attól a jelenségtől, amiről Kriszta beszélt, tehát erről az őrületes szelekcióról, szegregációról. És ebben sajnos olyan dolgok vannak benne, amikor kiküzdött úgynevezett szabadságjogok ról kéne elkezdenünk gondolkodni. Tehát a rendszerváltás környékén azt mondták, hogy szabad iskolaválasztás, szabad iskola alapítás, szerkezetváltó iskolák, stb. Ezek mind megerősítik a szegregációt és a szelekciót, és ahhoz, hogy ez valamilyen módon kezelhető legyen, vagy visszafordítható legyen, és valahogy a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség megjelenjen a rendszerben, ahhoz kell egy őrületes, és nagyon sokáig fog tartani társadalmi edukáció, valóban azért, hogy azok a szülők, a társadalomnak ez a nagy része, azok felismerjék, hogy az együttnevelés, az inklúzió az valójában az ő gyerekének is jó, ez nagyon hosszú folyamat. Ezért tehát kéne egy nagyon komoly politikai akarat. Sajnos bizonyos szabadságjogokat el kéne venni. Én a szabadságnak, a szabadságnak, az iskolán belüli autonómiának, az iskola intézmények autonómiájának a feltétlenül híve vagyok, de ezt valami olyan keretbe kell beletenni, és ehhez kell a politikai akarat, és nem látjuk ezt a politikai akaratot megszületni sem, hogy ezzel ne fokozzuk, ne mélyítsük azt a szakadékot, ami valóban ehhez a kasztrendszerhez vezet, amiről Kriszta beszél. Igen, ez egy borzasztó ellentmondásos helyzet. Szóval akkor tanszabadság, szabad iskolaválasztás, szabad tanrend választás, vagy és inkább erős központi akarat, erős központi elhatározás, erős központi anyagi támogatás és irányítás. Szóval nagyon, nem látom, hogy ez hogy kerül egyensúlyba. Lakatos Máté akart valamit mondani hozzá, tessék. Csak még itt a szabad iskolaválasztással kapcsolatban, hogy itt az elején a finn példával indultunk, és ott például Finnországban nincsen szabad iskola választás, hanem meg vagy kinek hová kell menni, és viszont a Setényi János mondta, hogy nem esélyegyenlőség van Finnországban, hanem egyenlőség van. Tehát egyik iskola sem maradhat el a másiktól magyarul, ugye? Igen, de például ott is, hogy amikor a Covid idején kiválasztották, hogy milyen applikációkkal dolgozzanak, ott nem a legjobbat választották, hanem hogy azt, ami mindenki számára elérhető. Tehát, hogy ilyen módon ők az egyenlőséget nézték. Tehát, és hogy a kettő között az egyensúlyt kéne megtalálni abból, amit ő mondott, hogy nyilván kell szabadság is, de talán az sem működhet, hogy mindenki
megy arra, merre. Uh-huh. Tehát akkor mondjuk szeretne. Ez egy útkeresés, mert ugye az sem volt jó, hogy az önkormányzatok tartották fent az általános iskolákat jó szerivel, és akkor vagy van pénzük, vagy nincs pénzük, vagy fejlesztik, vagy nem fejlesztik. A szabadiskola választás és a tantárgyak szabadsága is nagy nivellációhoz vezetett. Volt iskola, ahol nagyon magas színvonalon tudták megoldani, volt, ahol kevésbé foglalkoztak, kevésbé voltak ambicionálva a tanárok. Tehát ezt az egyensúlyt, amit most Lakatos Máté is mondott, keresni kell. Mi is keresjük tovább, vagy rövid szünet után, és folytatjuk Ercse Kriszta oktatáskutatóval, Törlei Katalinnal, a Kölcsey Gimnázium tanárával, a Tanítani Mozgalom képviselővel, és Lakatos Mátéval, a Szent Imre Gimnázium tanárával. Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora. Egyenlőség, vagy pedig elitiskolák és átlagos iskolák, nagyjából is lecsupaszítva, valahol itt fejeztük be a beszélgetést Ercse Kriszta oktatáskutatóval, Törlei Katalinnal, a Kölcsey Gimnázium tanárával, a Tanítani Mozgalom képviselővel, és Lakatos Mátéval, a Szent Imre Gimnázium tanárával. Tehát ugye ott indult el, hogy Ercse Kriszta felvetette, hogy az egyházi iskolák nagy szerepet vállalhattak az elmúlt 10 évben a közoktatásban, és nagyon sok területen átvették az állami iskolát. Ezzel kialakult egy elszívó hatása, magas státuszú családok gyerekei mennek oda, magasabb színvonalú oktatást biztosítanak átlagosan az egyházi iskolák, de az állami kezelésben maradt általános iskolák pedig jó részt rossz körülmények között, alacsony bérben dolgozó tanárokkal működik. De valahol összeértek a problémák, mert azt is mondtam az elején, és ezt megerősítették, hogy amikor volt már a tiltakozó hullám és a pedagógus sztrájk, akkor bizony egyházi fenntartású iskolák tanárai is csatlakoztak, tehát közösen érzik, hogy valami baj van ebből a dologból. 100, majdnem 120 ezer tanár van Magyarországon. Hogy a csodában nem tud egy ekkora szakmai közösség nyomást gyakorolni a kormányra? Mi van itt? Kedves Katalin, Tanítanék Mozgalom és kockásinges és tüntetés és minden, és úgy söprik le magukat, mint a tolpihét az asztalról. Valószínűleg jó lenne ide egy szociálpszichológus is, de én most megpróbálok ilyen saját magyarázatokat adni. Azért pont az tény, hogy egy ilyen 120-150 ezres tömeg, az egy nagyon-nagyon nagy erőt képviselhetne. Azonban pont a tömeg nagysága azt is magában foglalja, hogy ez egy nagyon heterogén társadalom. Tehát ugyanúgy, ahogy a társadalmunk nagyon sokféle, nagyon heterogén, nagyon sokféle attitűd megjelenik benne, ez a tanári társadalomban ugyanúgy megvan. Ráadásul mire is szocializáltuk hosszú évtizedeken keresztül a tanárokat, hogy az a munkájuk, hogy megtanítsák a szabálykövetést, azt, hogy hogy kell viselkedni, stb. Ezektől az emberektől várunk most el forradalmi hevületet, amikor közben kiégtek, elfáradtak, napi megélhetési gondjaik vannak, és egy csomószor, és ezt már a műsor első felében Kriszta érintette, a pedagógiai kultúrájuk sem feltétlenül a legkorszerűbb, szeretnék ilyen finoman fogalmazni. Tehát van ez. És van közben az is, hogy ez a pedagógus tömeg, ez egy társadalomnak a része. Ne vegyük már ki belőle, ez nem egy zárvány, tehát az iskolarendszer is, és azok az emberek, akik az iskolarendszert, vagy az oktatási rendszert működtetik, ennek a társadalomnak a részei. És milyen hagyományai vannak vajon Magyarországon az érdekérvényesítésnek? Hát eléggé csökkentek, hogy úgy mondjam, a szakszervezetiségnek nincs igazi hagyománya, nincs hagyománya az érdekérvényesítés szolidáris és közösségi módjainak, az egyéni kijárási utaknak van hagyománya, a tanárok között vagy közegében ugyanúgy, mint egyébként a szülői társadalomban, vagy bárhol máshol. Gondoljunk az egészségügyre, meg a szakszervezet, a demokratikus és a pedagógus szakszervezet, van a Tanítanék Mozgalom, van még nem tudom hány akciócsoport alakult az elmúlt. Egyháziskolában van szakszervezeti tag? Pont az egyik dolog, amit itt most én felsorolt, hogy ide pont illene az a Kissingeri kérdés, amit az unióval tett, hogy kit kell fölhívni, hogy az unióval akarok tárgyalni, hogy kit kell fölhívni, hogy a tanárokkal akarok tárgyalni. Hogyha az orvosokkal akarok tárgyalni, akkor a Magyar Orvosi Kamarával kell beszélni. A
Tehát, hogy van itt egy ilyen széttagozódás, ennek az okait szerintem jól elmondta a Katalin. Amit én még hozzátennék, hogy pont ez a nagyság, hogy nagyon sok intézményben vagyunk széttakolódva egymástól, a túlterheltség miatt sokszor nem nincs is időn kapcsolatot fenntartani más iskolákkal. Amikor én az egyik kollégámmal egy másik iskával beszélgettem, hogy ti hogy álltok ez a sztrájkhoz, csak egyet mondta, hogy de jó, hogy nektek egyáltalán van időtök arról beszélgetni, hogy ebben mit lépjen a ti iskolátok. És van a Fekidosz nevű szakszervezet, a felekezeti közoktatási intézmények dolgozóinak a szakszervezet, ami olyan 2010 körül alakult, konkrétan egyházi iskolák, vagy felekezeti iskoláknak a képviseletére, mert hogy ugye speciális a helyzetünk, mert az egyházak, vagy a szertesrendek a fenntartóink, ugyanakkor az óraszámot, a béret, bért, bármilyen munkakörülményt meg nem ők döntenek el, tehát hogy ilyen szempontból érezték szükséget, legyen egy ilyen szervezet. Innen egyébként a tagja vagyok, most kezdett el ez így aktívabban szerveződni, mert azt látják az egyházi tanárok is, hogy speciális helyzetünkben szükségük lenne egy ilyen tehát dologra. Így kapcsolódnak össze az intézmények alkalmazottai. Talán jó lenne valami fedő szervezet. Hogy megvannak az azonos problémák. A bér, az mindenképpen közös gond, hogy nagyon alacsony, igen, mind a két típusú intézménynél. A körülmények sem úgy biztosítottak, mint ahogy az elvárható lenne, mert mégiscsak a kormányon múlik, hogy megfelelő számú számítógép, stb. Van-e az iskolák számára, és itt összeérnek, de akkor ez egy nagyon új jelenség, hogy kezdenek. Igen, Elcse Kriszta. Azt gondoltam, hogy itt be tudnék csatlakozni, mert szerintem nem lehet eleget hangsúlyozni, amit Kata is most említett, hogy itt alapvetően nagyon-nagyon rossz lovon ülünk a legtöbben. Az oktatási intézmény mindenképpen, mert ő valószínűleg nem ért hozzá, de hogy azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatásnak például dologi feltételei vannak elsősorban, tehát hogy a jó infrastruktúra, vagy pedig hogy a nagyszerű számítógépek és így tovább, nem. Elsősorban a pedagógiai kultúráról beszélünk, és ami miatt többek között maga pedagógus társadalom, mint hivatáscsoport is erősen megosztott, hogy nagyon sokan abba meglehetősen elmaradott, vagy túlhaladott pedagógiai gondolkodásmódba, a pedagógus szerep feladat, tanulói szerep feladat, az oktatás célja és a többi szerepe vannak beragadva, és ez nem tud működni a 21. században, nem hatékony, nem eredményes, ráadásul a gyerekeink is hát elképesztő sebességgel változnak. Erről Gyarmati Éva nagyon-nagyon sokat írt, és hát ugye az a típusú változás, amit magának az oktatás irányításnak kellene menedzselnie, amit egyrészt nem is ért, másrészt nem is érdekli, harmadrészt pedig nem szeretne rá költeni, nem is ért vele egyet, stb. Tehát ez lenne az origója annak a változásnak. Ugyanakkor, és ezt nagyon-nagyon szeretném mondani, hogy tök érdekes, hogy az egyházi fenntartású iskolák, tehát többek között nekem például volt szerencsém a Fekidosznak több rendezvényén részt venni, és hogy ők például elképesztő nyitottságot mutatnak erre, és nagyon, tehát egyre több helyről hallani, hogy éppen egyházi fenntartású iskolák vezetőik keresik az olyan pedagógiai fejlesztéseket, az olyan szervezetfejlesztéseket, azokat a lehetőségeket, ahol ebbe, tehát a pedagógiai kultúra fejlesztésének az irányába tudnak ellépni. Mert ugye említette a kollega, hogy ugye jobban felszereltek sok esetben az egyházi intézmények, nyilván egy hátrányosabb helyzetű településen, ez még inkább szembeszökés, a szülői szemmel, ezt ők korábbi mérésekből tudjuk, hogy ők szülők erre nagy hangsúlyt fektetnek, de hogy a valódi lényegiség az a pedagógiai kultúrában van, és ha annyit beszéltem arról, hogy az egyházi fenntartók szerepe egy nagyon negatív folyamatban, akkor nagyon muszáj azt is megemlíteni, azt gondolom, mert úgy méltányos, hogy sok egyházi iskola és sok egyházi iskolában tanító tanár felismerte azt, hogy valójában milyen irányba kell elmenni. Tehát nem az asztalt kell verni még 28 ezer laptopért és így tovább, hanem itt a szervezetfejlesztésben és a pedagógiai fejlesztésben van az út.
Aha, mert hogy itt most akkor eljutottunk ahhoz az alapvetéshez, hogy állami irányítás és állami tulajdon általában azt jelenti, hogy nincs igazi tulajdonos, és nincs igazi minőségi követelmény. Működik, éppen el van, ne kelljen rá sokat költeni, most egyszerűsítem a dolgot, úgyis, mint az egészségügyben, a közoktatásban is. Ennek az eredményét évtizedek múlva lehetne úgyis csak látni, a csuda se fog erre most hatalmas áldozatokat hozni, sajnos ez a szemlélet érvényesül, de hát azért csak kellene lenni az állami iskolában tanítóknál is olyan ambíció, kedves Katalin, hogy hát azért egy tanárt szeretne szakmailag fejlődni, csak előre kéne lépnie valahogy. Hát csodálkoznék, ha ez nem lenne, vagy nem lehet érvényesíteni. Szerintem inkább ez az utóbbi, nem lehet érvényesíteni a jelenlevő, nyilván jelenlevő ilyen irányú ambíciókat. Tehát, hogy igen, vannak, akik megelégszenek a régi rutinokkal, de igen, vannak olyanok is, akik szeretnének újítani, és akik felismerték azt, hogy egészen egyszerűen egy teljes paradigmaváltás történt meg a világban, és erre az iskolának reagálnia kéne. Például teljesen újra kéne definiálni a tanár szerepét, a tudás fogalmát. Na most ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz, hogy a tanárok elkezdhessék ilyen autoreflexív módon a saját identitásukat, tehát a saját szerepüket újrafogalmazni, ahhoz bizony kell idő, kell szabadság, kell autonómia, kell a környezet elfogadó tisztelete, és ezek nagyon régóta nincsenek meg, tehát hogy most nem az utóbbi két év horrorisztikus anyagi összeomlásáról beszélek, hanem már sokkal régebb óta. Hát tehát egész egyszerűen muszáj lenne. A Rákosi korszakig nyugodtan, hogy ebben az országban ugyan voltak jobb korszakok, talán a kádári konszolidációban, a közoktatásban, de hát azért óriási elmaradásokat örökölt ez az ország. Nagyon-nagyon-nagyon felgyorsult az a változás, amire reagálni kéne, és tényleg az van, hogy miközben az oktatási irányítás hátra menetbe, visszafelé irányította az egész rendszert, mind szemléletében, mind tartalmaiban, aközben időt sem hagy az egész rendszer arra, hogy a szereplői kiálljanak magukért, és akkor tudnak majd az érdekeikért is kiállni, hogyha van ez a biztonság, ami a szakmai méltóságukból jön. Igen, igen. Parancsolja Lakatos Máté. Rácsatlakozva Krisztára, meg Katira, itt a eszközökhöz való hozzáférés, meg mit jelent, hogy mennyire fejlett egy iskola. Ugye a Setényi Jánosnak volt egy beszélgetés, és ő mondta azt, hogy azt vették Setényi észre. Setényi János oktatáskutató. Oktatáskutatónak, bocsánat, igen. Hogy azt vették észre a Covid kapcsán, hogy nem az eszközökhöz való hozzáférés volt a kulcs, hogy hogyan áll helyt egy tanár, hanem hogy van-e tudatossága a pedagógusnak, hogy valamit csináltam, ebben az új helyzetben működik, vagy nem működik. Tehát ez az önreflexió, amit itt Katalin is mondott, illetve hogy nem az eszközök az igazán lényegesek, amit mondott a Krisztés. És akkor, amikor ezt hallgattam, akkor ez volt bennem, hogy idő, hogy mikor van erre időm, hogy nem az van, hogy javítom a dolgozatot következő órára készülök, és nem a családommal töltött időből szeretném ezt, hanem amikor le tudok ülni, és van időm gondolkodni azon, hogy mit csinálnék másként, mit csinálnék máshogyan. És hogy erre a túlterheltség miatt nincsen lehetőség, és nyilván, ha óraszámcsökkentés van, az az állam szempontjából megint kiadásnövekedés, mert akkor nyilván több tanárt kell fölvenni. Igen, meg mondjuk 9 órakor kellene kezdeni az oktatást az általános iskolában, mint Finnországban, mert ez egyszerűen embertelen ez a 8 óra, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Viszont ha már Lakatos Máté említette Kissingert a műsor első felében, most az eszközökről eszembe jut Kissingernek egy másik nagyon bölcs mondata, hogy az internettel mi a probléma meg a kütyükkel. Az, hogy ezekkel csak ismereteket lehet bővíteni, de nem a tudást. A tudáshoz tanár kell. Ahhoz, az ismeretek használatához tanár kell. És valahol itt kezdődik, amit érzek, hogy nagyon mechanikussá vált az állami fenntartású intézményekben a működés. Nagyon a minimális szinten, nem is vissza is vonom, amikor azt mondtam, hogy miért nincs ambíció elég a tanárokban, hogy magukat fejleszék. Hát ezért, mert ilyen körülmények között éppen csak, hogy elvegetál a közoktatás, és nem lehet. De azért menjünk egy picit vissza a számokhoz. Ugye én azt mondtam, hogy miért nincs nagyobb ereje, érdekérvényesítő ereje ennek a pedagógus társadalomnak. Ugye 100-120 ezer pedagógusról beszélünk, vegyük már hozzá a családtagjaikat. Majdnem félmilliós tömegről beszélünk, akik elszenvedik ezt. Alacsony fizetést, nem kellő társadalmi megbecsültséget, ha
hanem inkább lenézést szenvednek el. Nekem van a falumban, ahol félig meddig lakik a lakom, a szomszédon van egy tanárnő, aki elmondja, hogy minden szeptemberben ott kezdi, hogy visszajön a gyermek, ugye hát azért Tiszaeszlár és környékéről beszélek, újra kell kezdeni tanítani, ebből eszközzel enni, újra kell tanítani, hogy el kell menni vécére, újra kell tanítani, mikor mosson kezet, és akkor ezek után fejlessze még magát, ugye? És egy olyan iskola, ahol semmi nincs. A tantermen a régi padokon kívül nem hogy számítógép, hanem jó, hogy van világítás. Szóval ez a nivelláltság, amiről beszélünk, ez az egyik pólusa ennek a dolog. A totál középkori nyomor és egy állami vagy egy egyházi magas színvonalú iskola. Szerintem azért ennek a tanárnőnek a szavaiból én elsősorban azt hallom ki, hogy nagyon fáradt. És hogy ki van fáradt. Égve. Mert hogyha ezekben a kis nehéz régiókban olyan műhelyek jöhetnének létre, ahol a tanárokban rejlő kreatív energiát lehetne hasznosítani, akkor sokkal kevesebb ilyen jellegű probléma lenne. Vannak kísérletek, amelyek működnek. Hát a tanodásokat segítenek, ahhoz, ahol van tanoda. De az is egy kényszer megoldás. Igen, hát igen, az iskolának az iskola kéne, nem elég. Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt iszonyatosan mély problémákról van szó, amit nem lehet egyéni szinten megoldani, és főleg nem lehet úgy megoldani, hogy valaki, az ország feje elhatároz valamit, és azt lecsorgatja az elitiskolába is, meg a kisfaluba is. Ez így nem fog működni. Igen, csak mikor derül ez ki? Ez a csődhelyzet megint generációk sora után. Ez már rég kiderült. Kiderült azok számára, akik mérik, akik figyelik, kiderült, akik a minőséget naponta látva az eredményeket szomorúak, hogy nem elég, de mire egy társadalom ezt meg is érzi, és fölfogja, hogy itt az oktatás mennyire alapvetően fontos lenne, és akkor hol kezdjük el, azt nem tudom, hogy itt van már? Hát majd akkor le fogják észrevenni, amikor falak közé szorulnak a középosztálybeliek, mert olyan erőszakos kaszt szituációk fognak létrejönni, és olyan akár éjséglázadások, nem tudom, tehát nem akarok itt vizionálni, vagy teljesen elmenni egy ilyen disztópia irányába, de hát e felé megyünk, tehát hogyha ilyen szinten szétszakad a társadalmunk, és ennyire nem ismeri fel a még jó helyzetben levő, hogy az ő saját érdeke is az, hogy ezek a szakadékok ne létezzenek, vagy ne legyenek ilyen mélyek, akkor szaladunk felé, és akkor a szakadékban mindenki bele fog potyogni. Akkor tegyünk egy kísérletet arra, hogy néhány lépcsőben arra kéne vendégeinket, Ercse Kriszt oktatáskutató, Törlei Katalin tanárt és Lakatos Mátét, a Szent Imre Gimnázium tanárát, hogy mi az az első három lépés, amivel el kéne indulni. Gondolom, megegyezünk abban, hogy a pedagógus bérek rendezése, mint az egészségügyben részben már megtörtént, ott látni, hogy valami elmozdul, ez lenne az első. Mi a következő, ami már a kormányon is, központi irányításon is, de a pedagógus társadalmon is múlik? Felül kell bírálni a tanterveket, a NATO-t, új könyvek kellenek a központiak helyett, nem tudom, én csak most improvizálok. Igen, az most arra valóban így van, hogy addig nem lehet elkezdeni dolgozni az oktatási rendszerben élőkkel, és elindulni egy jobb irányba, amíg az ő életkörülményeiket nem rendezik. Tehát, hogy ez most az első két dolog, munkaterhelés és munkabérek. Jó, de azt mondja, hogy nem ígérek semmit, de azt betartom, ez azt jelenti, jó, cinikus mondatával visszatérek, mert ezt idéztem az elején, hogy nem fog történni semmi. Igen, hát ilyen kis alamizsnákat ígérnek be, ki tudja mikorra, ami még az inflációt se követi, ami azt jelenti, hogy ez a helyzet, ami most fönn áll, ez csak romlani fog. Bocsánat, egy zárójeles kérdés, jól, ha kérdezem Lakatos Mátétól. Ugye arról volt, hogy a pedagógusok megbecsültsége nagyon alacsony szinten van társadalomra és kormányzati szinten. Egyházi iskolában a fenntartó, a különböző rendek ebben talán jobbak, nem? Tehát az önök megbecsültsége, elismertsége magasabb, mint az állami szférában? Hogy érzi? Ugye
többszeretesen tart fenn iskolákat, és ugye a katolikus egyházon belül is vannak még külön ugye az egyházmegyei fenntartásra tartozók, és ez nyilván egyházmegyétől, meg szeretesrendtől is függ, hogy milyen a viszony a fenntartóval. Szerintem a megbecsültséget, most a saját példámon kívül, amikor bármit megköszön egy gyerek, vagy amikor egy szülő ír egy, most kaptam egy oldalas köszönő levelet egy elballagó gyerektől, hogy ő mit látott a gyerekénél a munkámnak is köszönhetően talán, vagy remélem, hogy így volt, akkor ezek nagyon tudják azt az érzést adni, hogy van megbecsültség, és érvezik a munkát. Igen, ez tehát, hogy, de ez sok esetben a gyerekektől, meg a szülőktől tud jönni, és csak volt egy gyerek, aki egyik után adott, hogy tanár, ez a múltkor ilyen szabadtér, ilyen múzeumos, városismereti úr, ez tök jó volt, így nézek rá, és mondja, hogy ja, ez nem nyalizás volt, csak gondoltam, nem nagyon szokott ilyeneket kapni diákoktól. Nem, de ez nem hiszem, hogy egyházi iskola specifikus. Szerintem tehát a gyerekektől se, tehát, kapunk az, hogy rengeteg szeretetet és visszajelzést, és vannak szülők is. De hogyha megnézzük mondjuk az ilyen különféle tanári csoportokban megjelenő cikkek, posztok után az esetleg iskolarendszeren kívüli kommentelőknek a hangját, vagy meghalljuk, akkor azért látjuk, hogy össztársadalmi szinten, még akkor is, hogyha szerintem az utóbbi fél év küzdelmei azok egy kicsit emeltek a tanári presztízsen. Igen, pontosan azért, mert kiálltak magukért szerte az országban. De azért olyan több évtizedes sztereotípiák élnek a tanári pályával kapcsolatban, és egyébként ezt a kormány képviselői előszeretettel súlykolják is, és erősítik fel, amik nagyon-nagyon rossz fényt vetnek a lusta, nyáron nem dolgozó, csak délelőtt dolgozó, állandóan vakációzó, és ezek, gonosz tanárokról, ami hát egyszerűen jönnek. Nem igaz. Igen, elcsekliszta. Azon gondolkoztam, hogy ha az a keret, hogy ennek a kormánynak a regnálásán belül kell mondani három olyan lépést, amely adik az oktatás minőségét, akkor az a válaszom, hogy az sajnos lehetetlen. Ott van a gyökér probléma, hogy az oktatásban úgy lehet problémákat megoldani, hogyha tisztázzuk, hogy mit tekintünk problémának. És azt látjuk 12 éve, hogy ez a kormányzat nem az oktatási prioritások mentén gondolkozik. Nem nagyon beszélhetünk oktatás politikájáról, a mindenkori hatalmi politizálásához igazítja az oktatás politikai intézkedéseit, beavatkozásait, illetve időnként azt figyelhető meg, hogy a saját rosszul működésének, rossz kormányzásának a következményeit próbálja meg tűzoltani, lehetőleg egyre rosszabb intézkedésekkel. Mondok erre egy példát, ami szintén erre a tanárhiányra fog vonatkozni, hogy Kata is említette, mindig is tudott volt az, hogy a hátrányos helyzetű területeken ezeknek az elhanyagolt állami szegregált iskoláknak különösen rossz sora van, borzasztó dologi körülmények, nagyon nagy a fluktuáció, a végzettség nélküli, nem csak hogy a szakos ellátás, de a végzettség nélküli pedagógusok is lasszóval kell fogni, és így tovább, és nyilván ott jelentkezett először olyan mértékben a pedagógus hiány, ami már nagyon-nagyon súlyosan és hosszú távon sértette a fennálló szabályokat, ezért az oktatás irányításnak a valódi probléma megoldás helyett, vagyis az, hogy hogyan lenne megtartó ereje azokon a területeken, vagy vonzó ereje, milyen pluszt kéne odapakolni a pedagógusoknak, tehát az ezen való töprengés helyett úgy döntött, nem először és nem utoljára, hogy a szabályozást igazítja egy törvénytelen gyakorlathoz. Engedélyezte azt, hogy a hátrányos helyzetű területeken végzettség nélkül lehessen tanítani. Még egyszer mondom, ez csak egy lépés volt a sok közül. Tehát addig, ameddig ez a kormányzat, bármelyik miniszter is legyen oda tűzve az elejére, az egyik, nem tudom én, nem is foglalkozik vele, a másik azt tartja a legfontosabbnak, mert az a nőnökéje, hogy 3 centire üljenek a gyerekek egymástól, és hátra tegyék a kezüket, és a tanárok legyenek nagyon csendben. Szóval, hogy nem erről szól az oktatás, amíg az oktatás és az oktatási rendszer nem alkalmazkodni akar a most már nyilvánvaló sokféleséghez, sokszínűséghez, nem erre optimalizálja a rendszert, nem ezt teszi lehetővé számára és a pedagógusok számára azt a típusú kreatív munkát, amiről Kata is
hát is beszélt, szóval, hogy addig teljesen reménytelen az egész, hiszen pontosan ezeknek a fejlődéseknek kellene teret adni, méghozzá teret adni annak a társadalmi párbeszédnek is, ugye, mert ahogy Kata is említette többször, hogy tehát ne nézzünk már ugye az iskolára, mint hogyha az vákumban lenne, az mélyen bele van ágyazodva a társadalomban. Nagyon sok pozitív innováció, ami az iskolában elkezdődött akár az elmúlt 20-30 évben, éppen a társadalmi konzervatív ellenálláson bukott meg. Tehát azokat a szükségszerű, elkerülhetetlen, de borzasztó nagy változásokat, amikre sort kell keríteni a társadalommal, meg kell beszélni, meg kell vitatni. Erre is időt, akaratot, költséget kell, hát forrásokat kell áldozni. El kéne valahol kezdeni. Itt a műsor végén mondom ezt, mert most tehát az időn, kedves Kriszta, bocsánatot kérek, hogy ezt a hosszú mondatot jó, hogy nem fejezi be, mert ezt folytatni kell. Ez sajnos ahhoz a realitáshoz képest, amivel a műsort kezdtem, hogy például már most 16 ezer képzett tanár hiányzik, és ezen a nyáron várhatóan legalább 5 ezeren, továbbiak 5 ezerre fogja elhagyni a pályát, a nulla pont alatt kéne kezdeni és elrugaszkodni. Köszönöm önöknek a részvételt, Elcse Kriszta oktatás kutató, Törlei Katalin a Kölcsi Gimnázium tanára és a tanítani mozgalom képviselője, és Lakatos Máté a Szent Imre Gimnázium tanára volt itt. Jó nyarat kívánok, meg további gondolkodást és további erőkifejtést, hogy mindezek közül valami teljesüljön. Szerkesztőm Somfai Péter nevében köszönöm az önök figyelmét, egy hét múlva újra jelentkezünk, minden jót, viszontlátásra.